Üdvözlök mindenkit a Krízis Report mai adásában. Vendégem Németh Máté, a Városi Ingatlanirodai értékesítője és HRS-e. Köszöntlek téged is a műsorban. Ugye a koronavírus járvány az életünkre nagyon nagy mértékben hatással van, és ez alól az ingatlan piac sem kivétel, arra is nagyon nagy hatással van a mai napig is, és nagy valószínűséggel a jövőben is hatással lesz. Én érzékelek, és több oldalon is olvastam arról a folyamatról, hogy a járvány magyarországi kitörése óta, főként Budapestről indulva érezhető egy olyan folyamat, hogy az ingatlanárak és az albérletárak alapvetően csökkennek. Te hogy látod ezt a helyzetet? Mennyire drasztikus a változás? Illetve a szegedi viszonylatokat, ugye te nyilván jobban átlátod, hogy változtak az árak, az érdeklődők száma, illetve azoknak a száma, akik meg akarnának válni az értékeiktől, az ingatlanaiktól. Jó. Szia, köszöntöm a nézőket. Gyakorlatilag ez a folyamat, ez szerintem korábban indult el, mint maga ez a koronavírus járvány, tehát úgy gondolom, hogy az érdeklődőknek a csökkenése, illetve az árak emelkedésének a megállása, ez korábbi folyamat, tehát ez itt tavalyra nyúlik vissza, ilyen szeptember környékén úgymond húzott egy kéziféket az ingatlanpiac, picit eltűntek az érdeklődők, az árak elkezdtek stagnálni, és gyakorlatilag innen indult ez a folyamat. Ez egyébként várható volt, mert a korábbi 2-3 évben történő magas ingatlanár emelkedés gyakorlatilag tarthatatlanná vált, és ez már benne volt a piacban egyébként, tehát erre számítani lehetett, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben ez az áremelkedés megáll, illetve csökkenni fog. Ugye itt akkor bejött ez a koronavírus járvány, amit te is említettél, tehát gyakorlatilag az árak elkezdtek csökkenni, de nem feltétlenül ennek betudhatóan, hanem azért, mert eltűnt a fizetőképes kereslet. Ez ugye annak tudható be, hogy már olyan ingatlan árak voltak, amit a vevők se szívesen fizettek ki, illetve a befektetői réteg, akik befektetésre vásároltak ingatlanokat, ők is inkább máshova helyezték a meglévő tőkéjüket, és gyakorlatilag ez okozott egyfajta megállást az ingatlan piacon. Most jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy körülbelül, hát mondhatjuk azt, hogy majdnem 2 hónapja tart ez a járványos időszak nagyjából. Az árak csökkentek, viszont nem a hirdetési árak, hanem az eladási árak. Tehát ahol komoly eladási szándék van a tulajdonos részéről, viszont érdeklődő nincsen az ingatlanra, ott ugye nyilván csökkentenek árat. A másik, hogy van érdeklődő, ott pedig nagyobbat tudnak alkudni a vásárlók. Tehát azt tapasztalható, hogy a tulajdonosok megpróbálják megfogni azokat a vevőket, akik komolyak. Tehát, hogyha érkezik egy komoly ajánlat az ingatlanra, előfordulhat, hogy a tulajdonos többet enged. Nagyjából ez egyébként egy 10%-nak mondanám én körülbelül, tehát mi korábban nem lehetett ennyit alkudni, most akár 10-15%-ot is előfordulhat, hogy lehet. Nyilván ez nem mindenhol érvényes, de van olyan tulajdonos, aki 10% vagy a fölötti engedményt is ad a vételárból. Tehát akkor a koronavírus járvány következtében akik el akarják adni az ingatlanaikat, azok nyilván alacsonyabb áron tudják azokat értékesíteni. De szerinted a önmagában a koronavírus járvány kitörése, az ennek amit te is említettél, ennek a nagy árcsökkenési folyamatnak mekkora részét teheti ki? Milyen nagy mértékben járul ez hozzá szerinted? És mi lehet ennek az oka? Inkább az a bizonytalanság, hogy most az emberek vannak, és az, hogy akiknek van ingatlanuk, azok el akarják adni, hogy pénzhez jussanak, és ezáltal biztosabb anyagi létük legyen. Ezt semmiképp sem mondanám, hogy azért adnák el, hogy biztosabb anyagi létük legyen, mert alapvetően nem minden szokott jönni az, hogy el akarunk adni egy ingatlan. Tehát ugye az ingatlanpiacot, ami fenntartja, az az emberek életében történő változás, hogy születnek, meghalnak, összeházasodnak, elválnak, stb.
ezek a folyamatok, ezek ismétlődnek, illetve ezek a folyamatok mindig is lesznek, illetve voltak, tehát ez tartja életben az ingatlanpiacot. Itt mindig az a kérdés, hogy ugye milyen árakon, illetve milyen összegekért cserélnek gazdát ezek az ingatlanok. Tehát gyakorlatilag a koronavírus járvány nyilván meghatározza, mert kevesebb az érdeklődő, csak azok nézelődnek, akiknek komoly vásárlási szándékuk van, tehát van valamilyen határidejük, vagy olyan életeseményük, hogy nem tudom, lefoglalóztak mondjuk már egy ingatlant, és akkor mindenképp el kell adni a meglévőt például, ott ugye eladói oldalon vállalnak szerepet, és ugye a másik oldalon pedig vevőként, de hogyha nekik van egy kiköltözési határidejük például, akkor nekik mindenképpen vásárolniuk kell, és ők nézelődnek. Tehát én úgy gondolom, hogy akik eddig ilyen félig komolyan, vagy csak nézelődtek úgy, hogy nincsen határidejük, azok ugye eltűntek a piacról. Mind eladói oldalon, mind pedig vevői oldalon, és akik most jelenleg nézelődnek, illetve csökkentik az árakat, ahogy mondtam korábban is, ott komoly eladási szándék van, illetve aki nézelődik, ott komoly vételi szándék van. Ennek tudható be az, hogy kevesebb lakásmutatásból szerintem több tranzakció létrejön. Egyébként most ez egy nagyon gyakorlati kérdés, de akkor valaki nálatok egy ingatlant meg akar nézni, az meg tudja most így a koronavírus járvány idején, ugye aminek az egyik korlátozásnak az egyik fő célja az, hogy az emberi találkozások számát minél inkább lecsökkentsék, és hogy minél kevesebben lépjenek interakcióban. Nálatok ez hogy zajlik? Van erre lehetőség, hogy ingatlanokat tekintsenek meg most a potenciális vásárlók, vagy most hogy oldjátok meg ezt a helyzetet ti? Abszolút van rá lehetőség. Rögtön, ahogy bejött az első kormányintézkedés, illetve úgymond kitört ez a járvány időszak, bevezettük azt a kollégáknál, hogy mindenki készüljön fel szájmaszkkal, készfertőtlenítővel, illetve mi már korábban is használtunk lábzsákot, sokkal egyszerűbb, hogy nem kell levenni a cipőt, hanem ezt csak föl tudjuk húzni a cipőre, és akkor gyakorlatilag ezeknek a dolgoknak a segítségével abszolút működik a lakásmutatás. Nyilván vannak olyan érdeklődők, akik erre föl vannak készülve, tehát már alapból úgy jönnek, hogy szájmaszk készfertőtlenítő van náluk, illetve a tulajdonosokat is föl szoktuk készíteni. Általában ez egyébként úgy szokott zajlani, hogy ahol, tehát amilyen lakást megnéznek, ott általában a tulajdonos kinyitja az ablakot, hogy azért legyen valamilyen húzat. Például nyilván betartjuk a másfél-két méteres távolságot, illetve az is elő szokott fordulni, hogy a tulajdonos addig kimegy a lakásból, és az érdeklődők meg tudják nézni. De mindenképpen a szájmaszk készfertőtlenítő az mindenkinél szokott lenni, illetve főként az értékesítők ugye föl vannak készülve, illetve föl vannak készítve, és nyilván, hogyha valakinél nincsen, akkor ezt föl szokták ajánlani. És még egy gyakorlati kérdés, hogy ugye nagyon sok munkahely veszélybe került a járvány következtében, és nagyon sok ember most is munkanélkülivé válik, és fog is a jövőben, hogy nálatok ez mennyire befolyásolja, ti bocsátotok el munkaerőt, vagy pedig inkább törekedtek arra, hogy vegyetek fel újakat nálatok, milyen lehetőségek vannak akár arra, hogyha valaki munkát akar találni, mert elvesztett a munkahelyét? Alapvetően elbocsájtani nem szoktunk, van egy céges szabályzatunk, tehát hogyha valaki azt betartja, illetve nem megy szembe a céges irányelvekkel, akkor nem szoktuk csak úgy elbocsájtani a kollégákat. Szerintem a kollégáink annyira nem érzik ezt a dolgot, mert egyrészt szerintem megvan a megfelelő megtakarításuk erre az időszakra, a másik pedig én úgy gondolom, hogy mivel nagyon erősek vagyunk online, mind a hirdetés felületekben, mind pedig a képzési felületen vagy rendszerben, ezért gyakorlatilag tudunk érvényesülni. Tehát amit te is mondtál, vagy beszéltünk róla, hogy kevesebb nézelődő, de ugyanakkor a kevesebb nézelődőből több tranzakció, mert ugye a komoly szándékú érdeklődők mennek lakást nézni ilyen időszakban. Illetve a másik dolog, hogy nagyon sok jelentkezőnk van, ez mind a képzési rendszernek betudható, mind pedig annak, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy ameddig otthon vannak, addig csináljanak valamit, mert abszolút támogatjuk a home office rendszert, vagy a home office munkavégzést,
Úgyhogy gyakorlatilag nagyon sok jelentkezőnk van, illetve a kollégáink is otthonról dolgoznak. Gyakorlatilag a képzést mindenki otthonról online meg tudja csinálni, és neki is tényleg csak akkor kell kimozdulni, amikor már terepre megy, illetve akkor találkozik emberekkel a kolléga, amikor már komolyabbra fordulnak a dolgok, tehát ingatlant fotóz, ingatlant hoz be, vagy pedig ezeket mutatja. Azt nem kérdésem, hogy ugye most hamarosan véget ér vagy hamarosan kezdődik a nyár, és majd véget ér az egyetemi fél év, és ugye nagyon sokan akarnak ebben az időszakban lakást vásárolni, vagy eladni, mert megváltozott amit te is említettél, az életkörülményük, és megváltozott a szokásuk. Mit tanácsolsz annak, aki most áll potenciális ingatlan vásárlás előtt, hogy inkább érdemes most vásárolni, vagy még érdemes várni akár egy-két hónapot azzal, hogy az árak még inkább csökkenjenek? A vásárlói oldalról te hogy látod? Érdemes várni, vagy pedig nem? Hát ez mindig attól függ, hogy milyen határideje van az adott illetőnek, tehát hogy van-e tehát valamilyen limit arra, hogy meddig kell neki ezt a tranzakciót létrehozni, vagy van-e beköltözési időpontja, tehát hogyha itt mondjuk konkrétan az egyetemistákra gondolunk, vagy azokra, akik most érettségizni fognak, akkor ugye ott van egy szeptemberi határidő, ami gyakorlatilag innen egy nagyjából 4 hónap, tehát itt én azt szoktam tanácsolni mindenkinek, hogyha megvannak az írásbeli érettségig, most tudtommal csak az lesz egyébként, de hogyha megvannak az írásbeli érettségig, és tudja az illető azt, hogy hova fog menni egyetemre, vagy hova szeretne felvételizni, az kezdjen el nézelődni, mert alapvetően ritkán találunk olyan lakást, ami azonnal beköltözhető, van a piacon, de ritkább. Tehát alapvetően arra kell fölkészülni, hogy 2-3 hónap kiköltözési határidőt kell hagyni a tulajdonosnak is, úgyhogy gyakorlatilag érdemes elkezdeni nézelődni, és mondjuk 1-2 hónapon belül ezt a tranzakciót letudni, mert utána még a tulajdonosnak van ideje beköltözni, illetve esetleg ki lehet festeni a lakásban. Korábban volt több ilyen tranzakció nekem is személy szerint, hogy gyakorlatilag június elején megvették az ingatlant, tulajdonos augusztus elejére kiköltözött, kifestettek, és akkor, amikor már a bójatábor kezdődött, akkor az illető be tudott költözni. Ők tudták, hogy mind a 3 helyen Szeged lett megjelölve, tehát evidens volt, hogy Szegedre fog jönni a srác, és gyakorlatilag meg is vették a lakást. Úgyhogy alapvetően erre kell fölkészülni, hogy ha van határidő, akkor mindenképp érdemes nézelődni, hogyha nincsen, akkor is érdemes nézelődni, mert előfordulhat, hogy olyan lakás kerül föl, vagy ingatlan, ami szimpatikus, illetve a másik, hogy lecsökken annyira az ára a fent lévő korábbi, lehet, hogy elérhetetlen ingatlannak, lecsökkenti a tulajdonos annyira az árát, hogy azt már az adott vásárló meg tudja vásárolni, azért, mert a tulajdonosnak is komoly eladási szándéka van. Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy tudtál segíteni ezekben a kérdésekben, amit szerintem ma nagyon-nagyon fontos tisztázni, és nagyon fontos az ingatlanok árának változását figyelembe venni az ilyen típusú vásárlások során. Nagyon remélem, hogy a járvány minél hamarabb véget ér, és a ti munkátok is minél gördülékenyebbé tud válni, és újra vissza tudtok térni ugyanazokba a munkaformákba, amikbe korábban voltatok. Nagyon szépen köszönöm Németh Máténak, a Városi Ingatlaniroda munkatársának ezt a beszélgetést. Nagyon köszönöm a nézőknek a megtekintést, és találkozunk a későbbiekben. Köszönöm én is a meghívást, és hogyha valakinek ingatlanra lenne szüksége, akkor keressen minket bizalommal. Köszönöm szépen! Köszönöm. Yeah.